Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez a Parallaxis 107. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Furcsa világot élünk. Miután a 21. században az AI, vagyis mesterséges intelligencia elterjedt, a lehetséges legrosszabb forgatókönyv volt vált valóra. 2055-ben ugyanis egy nukleáris csapás éri Los Angeles-t, amelyet az MI indít, munkaerejét féltve az emberektől. Totális háború kezdődik, amelyben a robotok kiirtása a cél. Utolsó menedékük New Asia, tehát új Ázsia, ahol egy beépült ügynök, akit egyébként Denzel Washington fia alakít, próbálja segíteni az amerikai különleges alakulatokat ebben, de közbeszól a szerelem maja alakjában, akiről, mint utóbb kiderül, az Emmy alkotójának leszármazottja Nirmata. Tehát ebben az epizódban ezt a skifit fogom megtárgyalni, először is Bargóci Norbival. Szia, Norbi! Köszönöm a hallgatókat, sziasztok! Valamint Vince Miklóssal. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt elkezdenénk beszélni erről a fantasztikus alkotásról, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy patronálja parallaxist, és hagyd meséljek el nektek egy történetet, ami kapcsolódik az a mesterséges intelligenciához, bár nem olyan nagyon közvetlenül, de ugye ezt az adást egy adott hét szerdáján szerettük volna felvenni, és én előző héten éppen el Angliában voltam, ami ugye a GMT plusz nulla, tehát egy órával korábban van, mint Magyarországon. Beírtam a 16 óra 30-at a kalendáromba, hogy fel fogjuk venni az adást, és következő héten Ugye nem, nem, nem mindig nézem a kalendáromot, láttam, hogy 17.30-kor van, oké. Okay. 17.30-kor lesz a felvétel. És hát ö, utólag láttam, hogy Norbi és Miklós várt rám az adott szerdán, de ugye mivel az én fantasztikus intelligens telefonom átrakta egy órával későbbre, mert ugye ő azt gondolta, hogy én még mindig Angliában vagyok, ahol egy órával korábban van, tehát 16.30, az 17.30 tesz Magyarországon, ő azt gondolta, hogy én angliai időzónak... Azt gondolta, hogy bár te már Magyarországon vagy, de amikor beírtad, akkor a helyi idő szerinti 16.30-ra gondoltál. Pedig te már akkor a magyar 16.30-ra gondoltál. Már megint okosabb próbált lenni nálad. Igen, megpróbált utána <laughs> túljárni az eszemben, és én ezt nagyon nem szeretem. Te ezt szereted, Norbi? Nem, és szerintem indítsunk is valami, valami akciót így ellenük, és próbáljuk meg, mert ez, elfogadhatatlan, az a viselkedése. Nem az, nem az első paralaxis beszélgetés, amit szétrolkodik ezzel a me az mesterséges unintelligencia, vagyis kísérletet tesz rá egyébként. Tehát amikor a második interjút csináltuk például Avilejbel, a, a Harvardi híres, hírhet asztrofizika professzora, akkor ugyanezt eljátszottuk, ő ugyan Amerikán belül utazgatott, közép meg keleti időzóna szerint, de én már majdnem feladtam, amikor már több mint egy órát vártam rá, pedig többször kiszámoltuk, hogy az ő helyi ideje szerint és az én helyi időm szerint mikor lesz a beszélgetés, igen ám, csak ő egy időzónával nyugatabbra volt, amikor beírta a naptárjába, ugyanúgy, mint te, és akkor, tehát pontosan ugyanezt, tehát nem az első eset, tehát, hogy rendszer szintű probléma itt kezd kibontakozni tényleg. Még mielőtt belecsapunk a filmbe, van egy, van egy, ugye egy, egy üzenetünk, egy felhívásunk a, a, hölgy hallgatóink számára. Mondod is, vagy én mondjam? Vagy... De, tudom, akarod, akarod, mondjad Gész, nyugodtan, mondjad. Igen, tehát keresünk, keresünk hölgy műsorvezetőket a Paralaxisba, mert ugye megint Viesli Parti kezd kibontakozni itt, itt a, Parallaxis univerzumban, és ezért nagyon örülnénk, hogyha hogyha az XX kromoszómák aránya jelentenék, jelentenék felénk, hogy, hogy ők vállalkoznának ilyen fantasztikus műsoroknak a vezetésére. Kifeje, kifejezetten a, a női dimenziók című műsorunkba keresünk most. Igen, mert hát a, a női dimenzióból is kell legalább három, ugye, hogy egy háromdimenziós háromdimenziós koordináta rendszert ki lehessen feszíteni. Ugye, ahhoz kell három alapbázis vektor, vagy micsoda, ugye? És hát jelen pillanatban az az igazság, hogy... Nem, 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 nem nincs meg ez, nincs, nincs. Mi? Nem tudjuk bizonyítani, nem tudjuk biztosítani a megfelelő számú bázisokat ja, a női én. dimenziók kifeszítéséhez. És, és ugye hol, hol tudnak jelentkezni? A interneten. <laughs> Minden De... információ Meg, megtalálhatók az interneten. <laughs> A World Wide Web. Nem, hát a podcast kukac címen egy form, vagy egy egy formkidoltésivel. De jelentkezni. fontos, hogy EMTV, tehát ne adarjuk el, nehogy a podcast kukac MTV, vagy mtv.hu. És nem MMTV, hanem EMTV. E e podcast. Igen. Podcast. 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 Podcast-emtv.hu. Pod de aki Facebookon követ minket, az szintén láthatja a, a posztokat erről, és azon keresztül is tud informálódni. Így igaz. Igen. És csak még, még egy dolgot, hogy mondjak utólag is, köszönöm az egyik parallax is hallgatónk ajánlott föl uh, jegyeket a, a, National Space Centerbe Angliába, és ezt, ezt meg tudtam látogatni pont ugye az angliai tartózkodásom alatt. Ami, miatt, vagy, ami, alatt ugye rosszul írtam be, és hát én jól írtam be a bejegyzést, csak <laughs> az mesterséges intelligencia az úgy gondolta, hogy megtréfál és nagyon impresszív képeket is lőttél ott a mindenféle izéről, siklószárnyas Gemini űrhajóról. Meg hát megtanultam, hogy egyébként Angliának is volt űrprogramja, ezt majd a, majd a ezt ajánlanám, ezt a témát. Volt, már, volt, volt már, má, de majd, majd ja, lesz is. gondoltam, hogy volt. De persze, persze, már minden volt. Meg de láttam nem baj. volt közetet, meg mars közetet is. Elképesztő. Meg űrvécét is. És arról nem is beszélve, hogy oda szépen föl van állítva, ugye az el, egyik első ilyen brit fejlesztésű hordozó rakéta, amit ott meg lehet csodálni közvetlen közelről, egy épületen belül. tehát azért az... Igen, egy épületen belül van, és a legalja az pont az étkezőbe van, és néha néha ilyen füst, füstgép van az aljában, és ez nagyon tetszett. Ja, hogy ott csinálják ott a, úgy a ott az alján hát... az étkezőnél direkt ott nem néha behöröntjük, hogy menjen egy kicsit a tag, és hatom ja. be lehet egy sült húst készíteni. Na jó, van, biztos nem. Ennyire nem lehetnek britek. Na hát térjünk rá szerintem akkor a filmre. Ugye ketté szakadt a világ, vannak a, az MI simogatók, meg a nem MI simogatók, vagyis hát az MI gyilkolók. Első kérdésem az is lenne hozzátok, hogy ti melyik csapathoz tudnátok magatokat beosztani. Én száz százalék emi gyilkoló lennék. Tehát én, engem nem nagyon tudna meghatni, hogy az emi viszi a kisgyereket, meg öreg öregasszony ruhába van, engem nem nagyon érdekelne. Tehát engem könnyen rá lehetne venni, hogy menjek oda, és ilyen elektro, elektromos impulzus lövő automata fegyverekkel kiolcsam ezeknek a áramköreit. Vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehet mondani. Hát nem, én nem, nem tudom. Szerintem nem annyira egyszerű talán a képlet. De persze nyilván, hogyha hát ez egy, nyilván egy amerikai film révén, amerikai álláspontot, még hogyha azért negatív szemszögből is, de ugye azt, azt képviseli a film, én azért nagyon erős párhuzamokat véltem felfedezni itt azért mondjuk az ember, hogy vietnámi háborúra gondol, vagy esetleg kicsit, kicsit aktuálisabb háborúkat, amiket vívott Amerika a kontinensen kívülről, szóval azért itt nem annyira nehéz szerintem felfedezni ezeket a párhuzamokat, hogy a pici, kicsi, elnyomó, és akkor itt most ugye a mesterséges intelligencia, és akkor jön a nagy hadigépezet, a hadi monstrum, mint Amerika, és akkor bedarálja őket ugye később kiderül, hogy milyen indokok után, szóval itt nyilván itt a kisemberrel, a könnyű kisembernek, az underdognak szorítani, hogy, hogy képes lesz legyőzni a, a, hatalmas gépezetet. Nem tudom, nem esett szó úgy a filmben, nem úgy így Európár, vagy nem nagyon emlékszek, hogy itt új Ázsia, meg Amerika között itt Európa, az már csak ilyen futottak még kategória ugye kettő között ilyen svájcként, nem hát tudom. lehet, hogy új Ázsia lesz Európa is, mert ez az új, Ázsia, ezt nem, tud, nem, tudjuk, nem tudjuk hogy mekkora. Hát Európa Ázsiának egy csenevész félszigete. Földrajzilag így van, ez csak pontosan, pontosan. Viszont ugye eleve ugye egy ez egyrészt Amerikának is a nyugati partjára, meg hát gondolom Ázsiának a keleti partjára van hangolva. Tehát, hogy mondjuk a, 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 a hogy hívják a rendezők vagy a koncepciógyártóknak a védelmében, hát ez most konkrétan éppen a másik félgömbön játszódik, tehát igazából New York se nagyon kerül szóba meg ilyesmi, tehát ez most konkrétan ez itt konkrétan szerintem ugye Kalifornia, ugye, ugye ott van az egész Casus Belli, azon ott történt, ahogy mondta is Géza, hogy Los Angeles-t elsöpörte egy atomrobbantás és ugye erről is kiderülnek azért dolgok a filmben, ami árnyalja a képet egyrészt Legalábbis hát ezt egy mesterséges intelligencia szájából halljuk, de mint utóbb, vagyis az ő interpretációjuk szerint, az egy emberi mulasztás miatt történt az a robbantás, és ők elméletileg soha nem akarták volna bántani az emberiséget. Másrészt egy nagyon érdekes dolog derül ki, Konkrétan, akiről ugye sok szó fog esni, ez a mesterség, gyerek jellegű mesterséges intelligencia, ami itt az új fejlesztés, ami a film középpontjában áll. Hát kapcsolatban, ő a fegyver, ugye? Igen, ő maga a fegyver, illetve hát bizonyos értelemben valamiféle messiás, aki elhozza a várva várt aranykor, tehát itt többféle rétege van az interpretációnak, de a lényeg, hogy vele kapcsolatban elhangzik, hogy hogy őt úgy is megtervezhette volna, vagy teremthette volna a film címszereplője, az alkotó, the creator, aki ez a, 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 a rejtélyes Na valaki, ja. aki aztán kérdezi, hogy, hogy maja Uh, szóval, hogy, hogy úgy is megteremthette volna, hogy ő utálj, hogy ő gyűlölje az embereket. De nem így tette. És akkor ez felmerült egy nagyon fontos kérdést, mert most egyébként most van a mesterséges intelligenciák, amik körbevesznek minket, mostanság vannak olyan fázisban, ugye, hogy hát, hogy még nem igazán azok, hogy hála Istennek, amik ebbe a filmbe látszanak, hogy, de hogy most tanulnak, és igazából egyrészt abból is tanulnak, hogy ez hülye hangzik, de abból is tanulnak, hogy mi hogyan beszélgetünk velük. És hogy egy ezek olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket, és egy mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértővel egy podcastban hallgattam, aki annak idején a Google mesterséges intelligencia fejlesztő részlegénél dolgozott, aztán egy idő után úgy előre hallott a fejlesztés, hogy meg megijedt tőle, és ott hagyta az egészet a francba de, de azóta is gyakran nyilatkozik a témában. És ő mondott egy nagyon érdekeset, hogy a mesterséges intelligenciára körülbelül mindannyiunknak úgy kellene tekintenünk, mint egy gyerekre. És baromira nem mindegy, hogy egy, gyerekből, egy gyerekből is lehet gyilkológépet nevelni, meg egy tök jó fej embert is lehet belőle nevelni. Nagyon-nagyon sok múlik a, azon, hogy hát rajtunk, a tanulóhalmazon, amit ugye mi adunk bele, azzal, hogy mondjuk érintkezésbe lépünk és beszélgetünk vele, mit, mit, mit tanul? Tehát, hogy mit, milyen viselkedés mintákat kap? Hogy ilyen értelemben és én baromira? Pont néztem amúgy ezt egyszer-egyszer, mert te egyszer Facebookra, és végignéztem igen, azt, és az ott a, mondja, pont az, hogy az a igen. probléma, hogy ez szabadon lett engedve az, az interneten, és boldog-boldogtalan ugye használhatja, és ez Ez ilyen folyamatos töltésbe van, ezért igen, ő is ezt ezért mondta. Ezért mondom, hogy, hogy nem mindegy, hogy egymással is hogy viselkedünk, mert rohadtul nem mindegy, hogy mivel hogy szabadjára lett engedve, tehát nem egy megválogatott, kultúráltan viselkedő, ér erkölcsös <laughs> tanulóhalmazt kap, hanem ő szabadon karázdálkodik és tanul az interneten. Ugye ismerjük azt hey, jó, a... Jó, de hogyha, be, hogyha, hogyha bele... Igen amikor a Twitteren elszabadult még néhány évvel ezelőtt egy ilyen, és, és le kellett lőni, mert egy szexista náci izévé vált az egész, és, 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 néhány nap leforgás alatt a legbrutálisabb izé altrájtosokat meg, megszégyenítő összeesküvéses náci posztokat tolt, és kénytelenek voltak leállítani az akkor még Twitter nevezetű platformon. És nekem, pont ezek miatt, amit most mondtál, Miki, furcsa volt a filmben az AI-nak a bemutatása, mert, és oké, okay, ez lehet egy kicsit kis túlzással, de, de simán robotok voltak én úgy láttam. És, és és nem az, amit pont most mondtál, hogy az egy ugye, mi, mit tudunk elmondani az ai az elmúlt pár év tapasztalatunkból, hogy hogy, hogy még annál is gyorsabb ütemben fejlődik, mint ahogy azt sejtettük, vagy gondoltuk volna elő, hogy ez az exponenciális növekedés, meg ezeket szoktuk itt emlegetni, és a filmben ennek szerintem nyoma nem volt. Tehát, mint hogyha nem eljutottak ugye valamilyen szintre, és akkor a, ott úgy voltak. A másik meg, hogy igen, amit mondtatok, hogy, hogy szabadon engedték az interneten, és akkor ott, ott vagának Valamit csinál, így a egy filmbe, mint hogyha nem is lett volna egyrészt internet. Ezek így az ai ok sem kommunikáltak egymásra. Tényleg, mint, mint hogyha különálló robotok szaladgálnának. Figyelj, volna. De, de, de látod is egyébként nagyon érdekes a filmnek a bevezetőkép sora, amiből látod, hogy ez egy alternatív történelem. Tehát, ugye, hogy 2055 van, de megnézed ez a, a bevezető képeket, ami konkrétan igazi 80-as évekbeli videókból, például az van az az ikonikus jelenet, amikor az első űrrepülőgépes repülés az STS-1 után a, az űruhában a John Young meg a Krippen, a két űrhajós kiszállnak a, az ű, űrsiklóból és integetnek. És most ez konkrétan ugyanez lett átalakítva, tehát ez az 1981-es felvétel, csak éppen nem Young és Krippen szállt ki, hanem két robot, tehát két ilyen izé, Ilyen, ilyen hengerfejű izé, Lény. De vár, de annyira, hogy azok az eredeti felvételek aha. csak, csak Igen, Tehát ő, igen ilyen pontosan ilyen... át lehet Forrest Gump -hozva. Tom, Tom Hanks korán, Forrest Gump, jó, 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 jó. Aha, uh, aha. Szóval, szóval azt, azt mondom, én ezt konkrétan felismertem, és több ilyen is volt. Tehát ez egyértelmű volt számomra, hogy ezzel alig, hanem azt akarták sugalni, a, a, film készítői, hogy ez egy alternatív történelem, ahol valami miatt, mit tudom én, más trekre került a hidegháború, vagy nem tudom mi, de hogy már a 80-as években eljutott oda az emberiség, hogy ilyen volt. Tehát ez egy 2023-as film, tehát nyilván, hogy, a, a, hogy egy, egy, ennyire 80-as évekbeli e, vágóképekkel indul az egész, aznak üzenete van, aztán ebben nem mennek bele később, tehát tényleg tehát valami miért, valószínűleg azért azok tényleg robotszerűek ezek az egészek, de, de látjuk, hogy, 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 más ütemben, más módon, más történelmi utakon indult el a mesterséges intelligencia fejlesztése ebben a világban. Tehát képzelj el egy olyan mesterséges intelligenciát, ami mondjuk internet nélkül. Tehát ha, ugye ezt most hülyeség elképzelni, persze, mert nem tudjuk, hogy mi volt abban az alternatív történelemben, de képzeld el azt, hogy, hogy, hogy nem az internetre lett rászabadítva, hanem tényleg megfogható individuális robotok lettek intelligensek, úgymond, hát egy, ebben az alternatív történelemben, és akkor az valami másféle, tehát másféle mesterséges intelligencia. Egyetértek veletek, hogy, hogy ez nem az, amitől jelenleg fosunk, hanem ez egy mi lett volna, ha típusú más fejlődési úton, máshova eljutó, másmilyen jellegű mesterséges intelligencia. Ők például olyan robotok, amik emberek módjára beszélgetnek egymással. Tehát nem sokkal gyorsabbat a, a, a robot a robottal, érted? Hangok, hangokat ad, és úgy beszélgetnek egymással, és nem ezred annyi idő alatt, az izé, wifi közlik az infót egymással, tehát ez valami ilyen más, más. Na de, miért van, hogy némely robotnak ilyen sáskafeje van, ilyen, ilyen robotfeje, és némelyik pedig normális emberfejű, onnan tudod megállapítani, hogyha jól célzott lövedéket át tudná lőni a lukon, ami az öreg lyukánál található. Tehát uh, Y koordinátával párhuzamosan lőtt golyóhoz átmenni rajta. <laughs> igen, én vártam egyébként, kezdettől fogva, hogy megláttam, hogy ezeknek ilyen lyukos a fejük, vártam, hogy legyen egy ilyen jelenet, ja, igen, a pont így éli fagán, túl hát, valaki, van. hogy pont átrepül a történet. Bár a nem meg... biztos, mert hogyha megnézed a résznek is, ott belül ott valami nagyon kemény ilyen, izék, ilyen nagy térerősség van, tehát ott, meg, meg, ott belül lehet őket így leolvasni, meg ott kattognak valamik, tehát az de, de, de ezt, ezt nem látod a sáskafejűekkel? Na, na szóval igen, azt nem tudom, hogy ők ilyen korábbi modellek lehetnek, és akkor uh, nem kompatibilis, de hogy ugye a film egy pontra, amikor ugye uh, már ezeket uh, lehet igazából személyre szabni, meg magadat is le tudod másolni velük, és mindenhol lesz reklámozva, legalábbis ugye a film az ottani világnak, hogy, hogy az ember emberebb az embernél, és akkor Úristen megszólalásig. Na de ettől függetlenül még úristen azt a hatalmas, hatalmas a fülük helyett, Tehát, hogy Amit amúgy tök könnyű lenne lefedni. Igen, 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 amúgy. és hát látunk Most értem, is hogy erre az példát. nekünk nézőknek van, hogy rögtön tudjuk még az emberszerűbbekről is, hogy az is egy lyukas fejű, de amúgy tényleg komikus, hogy... Mert a Spielberg AI film, ami erre tökre rímel, ugye, a mesterséges intelligencia filmje a Spielbergnek, amiben direkt egy olyan tökéletesen gyereknek kinéző robot gyerek van. Ami, ami örökké él kb. ugye, mert ez nem, nem öregszik. Minden. De tehát itt meg nem, itt a hülye is látja. Itt a hülye is látja, hogy ez, ez, ez ilyen. Ez vajon miért van tényleg? Tehát a, ugye az van, hogy ebben a filmben van egy, ne felejtjük el, hogy vannak az amerikaiak, akik a Los Angeles után kitiltották a mesterséges intelligenciát, és akkor vannak ezek az ázsiaiak, amely azonban egy olyan társadalom, ami felkarolta. És, és ezért, és valószínűleg arról van szó, hogy, hogy, ők igénylik azt, tehát az ott lakó emberek kedvéért léteznek azok az emberszerűbb változatok. És a jók is lehet, hogy az, az ő kedvükért van, hogy mindenki mégis tudja, hogy azért az nem egyenlő. Ezt azért, azért cáfolnám, mert ugye van az a, van az a jelenet, amikor a, ugye ez a Denzel Washington fia egy ideig be, be, bejárkált, vagy valami miatt be kellett menniük a becsapódásnak a helyére, ugye ami el van zárva Los Angelesben. Hát ott be. melózott a leszerelés után. Talál egy autót, amiben, amiben, ugyanúgy benne van egy ilyen MI férfi. Igen. És ugye azt újraindítják, vagy valami, és akkor hogy azt menteni akarja a gyereket, meg hogy teljesen ilyen emberi érzelmei vannak. Tehát én, én, én nem értenék azzal egyet, hogy ez csak az új Ázsiának a sajátossága, hogy ők így, tehát hogy ne, ja, nem azt Los Angelesben is ne, persze, voltak. Persze, világos, csak hát ott már ezt nem látjuk, mert ott már nincs. De persze, nyilván én sem úgy értetem, hogy ezt az ázsiaiaknak van olyan heppjük, hogy emberekkel akarnak társadalni. Hát nyilván, amíg nem voltak kitiltva, addig Amerikában is ugyanez volt a helyzet, feltehetőleg, míg ellenben az olyanok, akiknek tényleg utcát kell tisztítani, vagy zsaruk, vagy mit tudom én, micsoda akik tényleg ilyen, hogy mondják a metróban, hogy közfeladatot ellátó személyek, az ilyen, vagy, vagy, vagy személyeket, személyeknek nem, veszhet, nem, nevezhető... Entitások. Entitások, vagy izek, kibernetikus organizmusok, vagy micsoda. Hát ott, ottan mehet ez a izé, ha sáskafej, ezt tetszik, akkor ezt, ezt használjuk. Sáskafej korábban imádkozó, íztam. sáska. Imádkozó Egyébként sáskafej. Pöröly, is hívhatnánk őket. Jó. Ha meglátjuk, után... amelyik a legjobban tetszik itt az izének, a PR departmentnek itt nálunk, az lesz majd a posztnak a címe, vagy az adásnak a címe, hogy, izé, hogy pörölyfejű, vagy sáskafejű, vagy nem tudom micsodák, nem tudom micsodája. Vagy he hengernyakú pörölyfejű, Heng... vagy hengernyakú. No. Ja. E és hát ugye itt van ez a fantasztikus nagy ilyen, nem tudom ezt minek nevezni. ezt a nomádot, hogy ez most ez egy ez gyűrállomás? Mert ugye ő tulajdonképpen sokat a... gondolkoztam igen. Valahogy mozog, de, de kering a Föld körül. De tudod, hogy természetesen jó űrkutatási szokáshoz híven a nomád is egy betű szó. Az a neve, hogy North American Orbital Mobile Aerospace Defense. Vagyis, hogy, hogy észak-amerikai, és akkor Orbital Mobile Aerospace Defense. Tehát az aerospaceben benne van az, hogy levegő és űr, de az orbital az tényleg az, az arra utalhat esetleg, hogy földkörüli pályán van, de közben persze ez csak egy lehetőség. A, a film leírásában ez Space Stationként szerepel, tehát űrállomásként, ami ugyan a földkörüli pályán illene, hogy keringjen, de látjuk természetesen, hogy nem ez történik, hiszen gyakorlatilag városok fölött tud lebegni, mint a függetlenség napjában az UFO, meg, meg izé be tud, sokkal alasonyrabbra tud ereszkedni vagy legalábbis a film alapján ez a benyomásunk, aztán a végén amikor fölmennek ezek, hogy széjjel barmolják ezt az üreszközt, és aztán a végén a robot kisgyerek egy ilyen Soyuz kabinban, mit, mit tudom én, leszáll az ejtőernyőn, miután széjjel barmolták ezt a hatalmas amerikai zúzógépet, akkor egyértelműen úgy tűnik, hogy tényleg ez egy földkörüli pánkeringőrálomás, de közben olyan sok jelenetet látunk, amikor látjuk, hogy ez gyakorlatilag egyben arra is alkalmas, hogy valami írtózatos nagy repülőgépként repüljön a levegőben, a légkörben, hajtóművekkel, tehát semmiképp sem egy szabad pályán, meg be tud állni városok felé, és onnan tud lefele yumtyum lézerezni. Ez, minden, ez mindent tud ez a és És ugye mindig azzal a fényjel tapogat le, én ezt nem értettem, hogy, hogy ez, ez milyen könnyen tehát Lebuknak. milyen könnyen rájönnek, hogy ott van nomád, hogyha ja. egy ilyen izé... Én is ezt akartam mondani, hogy a film talán egyik első, vagy egyik, igen, az első jelentek között van, amikor jön a, a kommandós osztag, és a vízből előmásznak, és minden sötés, és akkor megötte, ott van a százezer méter, jó, nem, nem, jó néhány száz méter széles kék színű ö, fény infravörösben is le tudna szerintem tapogatni, csak egy tip nem biztos, és a, a, nomádnak a mérete, meg hogy mikor hol van, szerintem a, a film végére, hogyha most ugorhatok így csak egy pillanat erejéig, a film végén azt szerintem teljes egészében ö, ott, már, ott már úgy voltak hogy tök mindegy. Hát a földbolygó, a, a, bolygó összes kontinensére lehull egy-egy darabja annak a szerencsétlen valaminek. De, tehát akkor nem tudom, vagy az, hogy több volt belőle, akkor az úgy érthető, de nem, mert nyilván ki volt mondva, hogy egy van. ebből csak egy Igen. volt. És és hirtelen mindenhol ott volt. Ugye az Új-Ázsia új ellen, tehát ez azt még mondják is, hogy mennyi, mennyi effort ment ebbe bele, hogy ezt meg tudják építeni. Így van, Igen. így van. És, és, és voltak vele gyanús dolgok, hogy hogy ez most milyen magasság, vagy kering, vagy repül, vagy csak ott lebeg, meg a mérete de mondom nekem a film végére, ott már szerintem úgy voltak vele, hogy már most már tök mindegy, és minden holott volt a bolygón, mintha nem tudom, fénysebesség felével cikázott volna, és akkor hirtelen hát, szóval a végére. Igen, hát az nem, az a le nem. Ez, érdekes, hogy ez a legproblemásabb része szerintem, ez a nomád az egésznek itt, science fiction, mert mint science érdekes. Persze majd Géza megszakértheti a lövöldöző eszközöket is, de, de érdekes, hogy, hogy sokkal kevésbé akadtam fel azon, hogy ezek a robotok mi minden művelnek. És látom is, hogy a Boston Dynamics mit csinál itt hétről hétre, tehát azt úgy kb. simán elhiszem, hogy ezek a robotok mi mindent tudnak, viszont, viszont az, hogy ez a, ez a nomád, ez hogyan közlekedik, meg mit csinál, meg egyáltalán mire való, meg miért kell ennek a fedélzetére emberek, meg mindent, tehát hogy ez, ez teljesen, 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 teljesen úgy néz ki, mint valami karikatúrája, valami elcseszett amerikai, uh, ilyen tipikus kormány, kormányprogramnak, ami be az van, hogy mind minél több ilyen Aerospace gigavállalatnak adjanak minél nagyobb állami szerződéseket, és akkor nagyon meggyőzték a, a héja, vagy a háború párti szenátorokat, hogy hogy, hogy hogy nyomassák ennek az elkészítését, és akkor tényleg épült egy ilyen óriási nagy doomsday weapon, vagy egy ilyen végítélet fegyver, aminek ez kb. el van adva, de hát baromság az egész, tehát tényleg eleve nagyon sebezhető, tehát mondjátok is, hogy egy darab van belőle, és bazi nagy. Tehát, hogy nyilván minden, tehát ha én a mesterséges intelligencia ellen küzdenék, akkor biztos nem úgy csinálnám, hogy hogy építek egy ilyen Budapest méretű üres. Még közt, a ami slát, ott, és, igen. igen ami, tehát, tehát hogy, hogy, nem ár. Hát ez, tehát ez az akillés sarka az egésznek, csak nem csak egy pici sarok, hanem érted akkora, mint a ház. Tehát hogy nem, nem lehet nem észrevenni, és nagyon sebezhető. egy nagyon rosszul felépített stratégia az, ami erre a, amúgy ismeretlen fizikai módszerekkel köz, közlekedő eszközre épül egy ilyen háborúban. Ez, ez mondom, nagyon jó felhoztad ezeket a nagy monstrumokat. Tehát ugye, ez egy, ez egy iszonyat nagy tévhit, hogy ugye háborút nagy eszközökkel lehet nyerni, ugye Hitlernek volt ez a, ez a becsavarodása, hogy minél nagyobbat és minél óriási tankot meg mindent kell csinálni. A Na, nagy Gusztáv uh, Gustav nevű. A Schwerer uh, Gustav úgy hívták, nehéz Gustav volt az, ami ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem he, 70 centi átmérőjű lövedéket tudott kilőni, és azt hiszem, hogy 7 vagy 8 lövésenként full föl kellett újítani a csövét, és külön vonat sint kell hozzá, kellett hozzá Nem, meg pár száz és ember kellett a működtetni. Ez, 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 ez <laughs> így nem, nem, működik, tehát rájött a történet. Ugye most, hogyha megnézzük, hogy mivel vívják ugye a 20, 21. század csatáit, hát drónokkal, mi mással, egy gránátot fölbír emelni, oda viszi valahova, aztán... Az aztán drónok, mennyit lehet hallani öngyékos róluk. Öngyilkos drón, meg mit tudom, nem, nem attól függ, hogy valami nagy legyen, és valahogy ez a, ez a ebben a filmben nekem furcsa volt, hogy iszonyat sok ilyen óriási eszköz van, meg például egyszer bejön ez, a, ez az irdatlan nagy ilyen amerikai tank. Igen, az a böszmen nagy szóval a... tank. Ez hihetetlen, tényleg. Alapból hogy, tehát lehetetlen, az egész gondolat hülyeség, hogy te Persze, majd egy olyan lehet, ez... területre, ami Ázsia, egy ilyen géppel fogsz bejönni. tehát Persze, hát Hollywoodban egy, be, be nagyon betéptek, és akkor valakinek megjelent ez a kép, hogy figyelj, legy, figyelj, figyelj, látom, 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 figyelj, legyen benne egy kegyetlenül nagy tank. De akkor az a... De mekkora, legyen, mint egy... De még, egy... még annál nem, is nagy. Kétszer akkor... Ki kellett találni a filmnek a saját ő, halálcsillagát a Star igen, Wars-ból, akkor abból lett a Nomád, hát ezek azért, hogy mondom, jól bejáratott, főleg amerikai megalomán agyszüleményeknek tűnnek, igen. De nem, mert önmagukat parodizálják ki vele, és aztán ugye csúfos kudarcot is van lesz, tehát azért itt, igen, tehát ezért mondom, hogy, hogy valójában tényleg ilyen amerikai gigaprojekteknek, vagy akár a Hitlerféle Schwerer Gustav és hasonló, ilyen izéknek állít, uh, ilyen, hát görbe tükröt, mert nyilván hülyeség, és ebben hát is bizonyosodik, hogy hülyeség. Tehát ezzel valóban nem lehet megérni ezt a háborút. De hát vár, azt, gondolod, mert... Miki, hogy, hogy, hogy hát ironikus módon, tehát, hogy hát, reflexív. Nem biztos... mert én ezt nem éreztem a filmben. Én, ne, valazi, a film nem ironikus egyébként, de, de európai szemmel nézve annyira az, az mégis. Tehát, hogy annyira... Nyilván, amikor az ember egy science fiction néz, akkor a, a, azt gondolja, hogy ez legalább annyira, sőt, inkább szól a jelenről, ugye nyilván, mint a jövőről, és hát a, a, ha jelenbe visszavetíted, akkor itt az az, az üzenet, hogy, hogy, egyrészt történik egy ellenségképzés, mert hogy az van, hogy itt a mesterséges intelligencia elveszi a, a, a az amerikai nép kenyerét, meg minden, és még veszélyes is, és a terrortámadást is ők csinálták, holottam úgy a jó ég tudja, és úgy tűnik, hogy inkább nem. És akkor mit kell csinálni? Hát egy célzott támadásukat végrehajtani valami gigantikus nagy izébe. Tehát ez körülbelül tényleg olyan, mint amikor a... Hát most bármely, bármelyik az elmúlt 20-30 év bármelyik amerikai háborújával végül is kapcsolatba hozható. Nem? Tehát lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez az Afganisztán, ez az Irak, ez a... Ugyanúgy, ahogy persze lehetett ezt mondani az Avatárban, meg Tehát ez, Ezek olyan klisék, amiket nyilván folyamatosan előhoznak. Mindenhol vannak benne azok a karakterek, az ilyen kemény, bunkó, tengerészgyalogos jellegű fickók, akik semmi más nem akarnak, csak elpusztítani. Tehát nyilván ez egy klisészerű beállítása annak, amiről a, a Hollywoodi. Ö értelmiség, vagy mit tudom én, micsoda filmes, filmes izé, arcok úgy gondolják, hogy, hogy ez nem helyes, vagyis hát ebben a filmben is ez jön át, hogy, hogy ez, ez, nem, nem követendő magatartásként mutatják be ezt itt se. Jó, jó, hogy kiemelted, mert te teljes egészében a forgatókönyv, az konkrétan mindenféle lerágott csont kliséből összepakolt, ilyen, ilyen alig, alig tartja így a vázát a filmnek, és azért szomorú, mert amúgy meg a, ha a vizualitást nézzük, az meg szerintem döbbenetesen jó. Nem tudom, hogy itt mondjuk hogy a technikai részé mennyit néztetek utána, de nagyon sok jelenetet helyszínen forgattak ki, Kambodzsától kezdve Vietnámban sok-sok helyen, ilyen mini stábbal, tényleg csak a legszükségesebb emberekkel. Nyilván persze sok mindent felépítettek hozzá zárt zártérbe, és, és a kamerát is egy, egy olyan ilyen, hát úgymond úgy mond, csak 1-2 millió forintos kamerával dolgoztak, amit kis túlzással zsebre tudsz tenni a nagy részét, ami nyilván a hollywoodi kamerákhoz, objektívekhez képest töredéke. Úgyhogy ö, 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 relatív kevésbe került a film, hiszen valami 80 millió dollár, ami azért tényleg az ilyen nagyszabású, két 300 milliós költségvetésű meg a filmekhez képest csak töredéke, és döbbenetesen jól néz ki, és ahhoz képest amennyire jól néz ki, annyira, annyira a silány forgatókönyv, tényleg tele a klisével, hogy meghal a feleséget, de nem, én már visszavonultam, hagyjatok békén, de még egy utolsó küldetése vissza kell, hogy menjek. Ez a, ugye ez a, ez a páros, hogy egy, egy kiégett, kicsit cinikus felnőtt mellé egy fiatal gyerek szegődik, és akkor nyilván ez még nem nagyon kedvelik egymást, aztán összecsiszolódnak, a végén megjön a feláldozás. Ez, mint hogyha már egy pár helyen már láthattuk. Figyelj, de teljes klisé, ez igaz, hogy teljes klisé, de figyelj, hogyha ez lenne életed első filmje, amit látsz, és nem tudnád, hogy ezek borzasztó lerágott csontok, akkor amúgy ez jó, mert ezt nem tudtam eldönteni, mert sajnos nem tudtam olyan szűz szemmel nézni, pedig amúgy simán lehet, hogy ez amúgy egy patika mérlegen kimért, tök jól összerakott izé, ez csak az egyetlen problémánk vele, hogy ahogy mondod, hogy, hogy tényleg már az elejétől kezdve annyira lehetett tudni rögtön az elején, hogy terhes a nő, hogy az lesz, hogy az tuti, hogy az ő gyereke azonnal, tehát hogy tuti, hogy az ő anyja a főtervező, tehát hogy kb. Én, 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 a feleségem ennek a nagy izéje, tudója, hogy meg meglátta, két percet a filmből, és ki tudja extraporálni a teljes forgatókönyvet, de, 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 ezt még én is tudtam. Tehát, hogy ez, ez annyira triviális volt, hogy itt ez lesz. Nehéz megítélni, nyilván új születnek minden viccúi. Hát, én amúgy, igen, inkább arra hajlanék, hogy ha valaki, ez, ez az első skifilm, amit, film, úgy, amit le... Tudom, le... Ez már úgy, a film? első az... film. A Science Fiction, az sem elég. Még az Te sem elég. A... Akkor a... Szerintem, ne... amúgy... a... Mert szerintem amúgy, mert tényleg annyira klisészerűk, hogy, hogy ez nem csak Science Fiction klisé, <laughs> igen. hanem általános klisé, de hogyha valakinek ez élete első filmje, akkor lehet, hogy ez egy baromi jó forgatókönyv. Na de akkor világosítsatok már föl, akkor nekem még szerintem nem tiszta ezek szerint. Tehát a nírmata az a maja. Lett. Nem. nem. Mert hogy az apja volt az eredeti nirmata, csak ő közben meghalt, és ő megörökölte, úgyhogy most már őt hívják úgy, hogy nirmata, ami simán lehet, hogy a, ugyanazt a De család, az az alkotó, nem család. az ilyen új nem? Ez a nirmata. Igen, igen. És, vagy, és, igen. A, és ugye az a kis, kis hengerfejű gyerek, aki végig a... Alfie, a, alfi. a, Ő... Végül is a gyereke a Denzel Washington fiának? Bizonyos értelemben igen, mert amikor ott volt a támadás, akkor ő kb. elvetélt, ha jól értem, de az embriójából. De nem -e, hanem az csak. Igen, az embriójából emb beleoltott. A, azt. Feltehetőleg halott embriójának az információt, a genetikai kinyer, kódját kinyerte, és én azt hiszem, ja. hogy annak felhasználásával alkotta uh -huh. újra, ezt, ezt azonban nem újraalkotta, te nem klónozott egy gyereket, hanem ehelyett, ugye ő továbbment, és lényegében egy szintetikus És megalkotta lényt. ugye ezt a fegyvert, és azért Igen, fegyver, mert létre. ugye az kiderül a film alatt, hogy ő tudja irányítani ezeket a ezeket a robotokat minden szinten. Tehát neki van wifi wi wi chipje, a többieknek nincsen, ha jól Igen, értem. ő, ő már egy enhanced enhanced uh, AI. Ezt mondták, hogy ha, ha ő felnő, ugye, akkor viszont meg minden, mindegyik robotot, tehát konkrétan ő egy ilyen Elon Musk lesz, és hogyha egy csettint, akkor a robotok fellázadnak az emberiség ellen. És költözünk a Marsra. Vagy az emberiség mellett vagy hogy békét hoz. És akkor itt van az, hogy mi van a tanuló halmazban, mert itt hangzik el az a tétel mondat a gyerek kapcsán, amit már megelőlegeztem, hogy őt már úgy is beprogramozhatta volna, hogy gyűlölje az embereket, de nem ezt tette. És ezért ez nem gyűlöli az, ezeket az embereket, tehát és akkor megint az, hogy a, hogy a, hogy a kockafejű amerikai tengerészgyalogosok természetesen egy fegyverként tekintenek erre, de itt konkrétan ez nem fegyvernek lett számva hanem egy világbékét elhozó lénynek. Persze a világbékét sokféleképp, világ sokféleképpen lehet hozni. <laughs> Például úgy, hogy kiírtjuk az ember Békére válsz, akkor készülj a háborúra, tehát igen, a végén eljön a béke. <laughs> Jó, eljön a béke, de azt mondják, hogy úgy jön el a béke, hogy békében él az, nek az emberek, meg a, az emmék együtt. Tehát, hogy, hogy ez a filozófia volt az alkotók mögött. Na, és akkor még azt, azt tegyétek nálam rendbe, hogy ugye van ez a John David Washington. Joshua. Ugye, Joshua aki a Denzel Washingtonnak a fia, hogy őnek ilyen úgy tényleg nincsenek végtagjai? Vagy ez csak a film miatt lett így? Én úgy tudom, hogy megvannak a végtagjai. Én is, úgy, én is azt elná. gondolom, hogy megvannak, igen. de ugye a filmben meg nincsenek végtagjai. Tehát ez hát ez Dan ott, Dan Hadnagy, Dan Igen. Igen, Den Hadnagy. Tajd, persze, előléptettem, látjátok rögtön. Lehet, hogy a végére előléptek. Hát nem tudom. Nem, nem, nem. Szóval a uh, Geri színéz. Na, hát ugye ott láttunk először ilyet, hogy valakiről leszették CGI-jal a lábát. De hát az 94-ben volt, vagy mikor, úgyhogy azóta. 30 éve, de durva. 30 éves a Forrest Gump. Na jó, ezek súlyos információk, nem baj. viszont, viszont a Creator az csak egy éves még annyi se. Igen. Még annyi se. Igen. Igen. Jó, tehát akkor hogy ő őneki vannak kezei, lábai, rendben van. Jó. A Wikipédia is így tovább. tudja. Én közben itt ellenőriztem a dolgot. Még gyorsan annyit kanyarodjunk vissza a fegyverekhez, hogy ami viszont, ugye mondtátok, hogy a, az amerikai rész így el, elhatárolódik, szerintem nem nagyon határolódik el az említően, mert ez a nomád is valamilyen szinten egy mesterséges intelligencia mikor Meg, hogyha megnézitek, akkor a végén ugye vannak, ami nekem kifejezetten tetszett, azok a bombák, amik befutottak. Az mm. rohadt jó volt szerintem, hogy befutottak, és akkor úgy robbantak föl, és azt tudta megállítani azok ez a kis. Konkrétan sárc, én nevettem, amikor először láttam, és ugye dupla sebességgel ezt a filmet. <laughs> az, az annyira vicces volt. Egyrészt, egyrészt jó, tök jó volt a jelenet, nekem tetszett. Azt kellett volna még, hogy menjen az amerikai himnusz, miközben visszaszámol, és akkor izé full full nyomni. De, de lássuk be, hogy, tehát egy, egy oda fut, tehát amikor tehát vannak rakétáink, tudod, meg ilyen, ilyen lövedékszerű, és akkor most fusson oda. Az, az másik kérdés, hogy százan lőtték ezt az egyszem szerencsét mint a hidal, amikor rohant feléjük, és nem, nem jött össze. de... Még ugye pont a, pont a drónokról beszéltünk. Tehát Igen. Repülni sokkal a repülni meg a drón. Az, az izé az úgy meg tud fordulni, meg minden, de, de azért az nagyon izé, epik volt ez a jelenet, ugye ezért kellett, hogy amikor jön a kis izé Alfi, és akkor megcsinálja a varázslatát, ugye úgymond átprogramozza ezt a futó szemetes lehet <laughs> <rohadt. gül> Akkor ő meg ott izé, ott, ott izé letérde előtte. Meg minden. És ugye nyilván ezt amúgy egy drónnal, vagy egy rakétával nem lehetett volna megcsinálni. Tehát Olyat már a Mátrixban megcsináltak, hogy kiteszi a kezét, és akkor megáll a levegőben a lövedék, és lepotja, meg minden. azó, de de úgyhogy de, ezt nem lehetett még egyszer előni, úgyhogy itt viszont <laughs> ahhoz meg, hogy le tudjon térdepelni, meg meghajolni a, izé, a kis Jézus, vagy mi ez előtt, akkor feje fejet hajtson előtte, hát ahhoz ugye kellett neki kéz, meg láb. <laughs> ez, ez nagyon vicces. Hát nem tudom. Tehát, hogy szerintem nem engedték el ezt, a, ezt az amerikaiak, csak ők így, ők ilyen viccesebb részét, tehát ők inkább világítgatják ilyen kékfényel a földet, meg néha ledob. Néha elgondolkozom azon, hogyha ugyanezt a filmet megnéznénk teljesen más zenével, tehát ilyen Benny Hill jellegű zene lenne alatta, vagy ilyesmi. Tehát szerintem ez a film, ez alapvetően vicces. Tehát, hogy ez bár bocsánat, de tényleg annyi ilyen hülyeség van benne, például az, ahogy rohan, tehát annyira vicces, ahogy ez a szemetes kukaót rohan, tehát tényleg, mint egy képregénybe lehet ilyen kis lábakon ott rohan, és férrobban. tehát annyira vicces. De nehéz elképzelni, hogy komolyan vették magukat. Luni Tunes-ba volt régen az a, az igen, a tojás, igen, ténlen, aminek két lába volt, az. mert hogy úgy még nem bújt ki a kis, kis az futott így mindig, és a falnak ment ugye itt nem csak a robotok küzdenek az emberek ellen, hanem ugye Joshua, na, Joshua. Hát Josh, mi, mi ugye Joshua üldözve lesz, hát a saját táb, vagy hát saját főnöke által is, mert ugye kiderül, hogy ő egy idő után támogatja az AI gyermeket. És hát ilyen rabló -Pandur, uh, harc indul el a táb tábornok a főnöke, vagy segítsetek már, igen, tök mindegy. Igen. A, 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 fölötte levő rangú katonai tisztnő és közte. És ugye van, az a jelenet is tetszett nekem, amikor egy autóba ott marad a Miki által említett tengerészgyalogos gyalogos dél-amerikai figura, aki ilyen nagyon kemény, aztán ő ott megmurdál, És ez a nő oda megy, ez a, ez a katonanő, és a feje mögé tesz valami ilyen az is valami ilyen nagyon high-tech dolog, amivel újraéleszti az embert 30 másodpercig, hogy megtudják, hogy mi történt, és akkor az, az így érdekes, hogy az ember az, ó, Isten, meghaltam most, most tényleg meghaltam, tényleg meghaltam, és ugye ez, ezzel megy el 15 másodperc, hogy ő rájön, hogy tényleg meghalt, Tehát ez is ilyen furcsa volt. Igen, ezzel, ezzel a film úgy így csak így talán ilyen mellék zöngébe foglalkozik, de hogy itt, itt, ugye már konkrétan egy ilyen, hát, ilyen tudatátemelés már működik. Meghaltnak hit, de mégse nyilván exfeles vagy feleség, nem tudom, Maja. Vele is valami ilyen sztoriról beszélünk, és ez a, igen, amit mondta mondtál Géza, hogy mint hogyha, mint hogyha, a RAM, ugye a, a, rövid távú memória, még azért egy picit még, mintha valami varad volna benne, és még ha gyorsan még izé, Rátugom, akkor még ki lehet nyerni az utolsó ö, meg, megnyitott ö, böngésző oldalakat, és akkor az utolsó információkat ki lehet nyerni. Ez jó pofa volt, csak hogy ezt is tovább gondoljuk, akkor itt, de nagyon hamar, tehát hogy nekem, nekem sokszor az szokott lenni, bármilyen film is beszélünk, hogy amikor, amikor ugye a halál valamilyen úton, módon, de ugye kicselezzük, szóval például tudatátemelés, vagy, vagy klónozás, vagy valamilyen módszer, és akkor igazából nem tudok ez, hogy belegondol az ember, és akkor nem tudom, betározol magadnak egy csomó testet, meg ilyesmi, akkor nem tudok ez, úgy, tudom, hogy a halál, hogy az igazi, ennek ugye súlya kicsit úgy, úgy elinflálódik, és akkor hát most kit érdeket hát ezt a testemet, oké. És akkor így, jó, nyilván értem, nem ugyanaz, mert egy szintetikus tested lesz, meg stb., de hogy így, az úgy, úgy, úgy a téteket így egy kicsit így lejjebb nyomja így. Fura. De tényleg egyébként most gondoljatok bele, most visszatérve még erre, hogy milyen izé már, hogy, hogy meghalsz, és akkor hú, basszus, meghaltál. És akkor hopp, és akkor mégis felélesztesz, és, és csak egy, oh, egy ember lehet, aki semmi más nem akar, mint hogy megmond a széfnek a kódját. Érted? <síns> valami ilyen... -e, a, vagy mit a, de ne haragudj, bocs, most nem jut eszünkbe be az utolsó számért, csak hogy még, még tudsz segíteni. Annyira kemény. Tényleg. Ezért mondom, hogy ez valahol ez egy paródia. Ez egy paródia kell, hogy legyen ez a film. Igazából nem kéne sokat alakítani rajta. De, de tök igaz, tehát amit Norbi, hogy kárpótól, mert nagyon szép helyeken van forgatva. Tehát. Igen, de gyönyörű tényleg ez az érdekes hogy nem tudom eldönteni, hogy az egész történet, hogy azt hinnéd, hogy nem létezik, hogy ez a film komolyan veszi saját magát, de közben az art department ugye az meg annyira oda tette magát, tehát a legepikebből kinéző dolog, tényleg ilyen avatár szinten epik a látvány. Annyira gyönyörű. Viszont epikusan haladunk a, a, a adás idő végéhez is, vagyis hát a non-patreon adásidő végéig, úgyhogy még, még ebben megmaradt időben, akkor, akkor csak adjunk már ennek a gyönyörű alkotásnak egy pontszámot, 1 1-10 tízig terjedő skálen. 0 nullától tízig terjedő skálán. Tehát akkor Norbi, te mennyit adnál? neki, és miért? Mm, nehéz, nehéz ügy, nehéz ügy. Én ezt, ugye beszéltük ezt tavaly évvégi film, én, én erre mentem moziba. Ó, nagy, de nagy, szép lehetett ott. Tényleg, látványra, hát már említettük, hogy ott, ott nem nagyon lehet belekötni. Én, én a rendezőt, a Gerrit Edwards, nem biztos, hogy említettük a nevét, én, én itt alapjáraton szerettem, és láttam is a korábbi munkáit, szerintem az elmúlt évek, az új, legújabb hullámos Star Wars-ból, Star Wars filmekből ő hozta az egyetlen egy méltatásra méltó részt, a zsivány egyesről van szó, azt ő rendezte, szerintem magasan a legjobb az újabb Star wars közül, úgyhogy én vártam, és az volt a legutolsó nagy nagy filmje, azóta nem jelentkezett, meg egy Godzilla-t is csinált előtte, Úgyhogy én nagyon szerettem volna szeretni ezt a filmet, és nagyon tetszett a látvány, de forratókönyv az basszus, hogyha kicsit többet dolgoztak volna rajta, vagy, vagy hogyha egy éjjel írta volna a forgatókönyvet, lehet jobb lett volna, ha, ha, ha. De nem, de pont vagy olyan. Vagy pont olyan? Mekkora, mekkora megfejtés. Na, na. Ö, szóval így nem tudok rám úgy túl sok pontot adni, de mondjuk hát egy ilyen öt, gyenge ötös mondjuk legyen. Hát ez most annyira lesokkolt ez a felvetés, mert mondtuk, hogy hát ugye klisékből építkezik, hogy tényleg olyan, hogy kinyitod a, izé a Bachelor of Arts Hollywood forgatókínvérő képzés 101 bevezető tankönyvét a, a, nem tudom, gazdag gyerekek egyetemén ott bizony Amerikában. <síns> <síns> és, és tényleg, ez, tényleg az összes klisék konkrétan fel van sorulva igazából tényleg, hát hogyha egy éjjel irattál volna egy hollywoodi filmet, azt szerintem exaktul ugyanilyen lett volna. És azért mekkora csavar lenne, hogyha kiderülne. Hogy állítólag ezt egy nem, állítól. állítólag nem, de aztán nyilván ezt... Persze, mert egy, 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 egy természetes unintelligencia felvette érte a pénzt egyébként nyilván, és akkor mégsem mondhatta, hogy ezt a Chad hát, hogy GP beírták ilyetet. ezt a nevet, most nem, nem írhatták valami De pedig mekkora lenne, mekkora poé lenne, ha kiderülne. Jó, őszintén szólva én is azt gondolom, hogy én, én, én talán még nem vagyok annyira megcsomörülve a sok hollywoodi klisétől, ezért aztán annak ellenére, hogy én is ki tudtam extrapolálni a történetet kb. az elejétől, ami rám nem jellemző, azért az ötöst az kicsit, tehát azért a, nem tudom, azért annál egy kicsit azért jobb. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy akkor egy, -egy nullától tízig terjedő skálán én adok neki hat pontot. És annak tényleg a nagy részét a látvány miatt, és amúgy meg a forgatókönyv szerintem nem rossz, csak tényleg rettenetesen kiszámítható népmesei fordulatok vannak benne, ami miatt nehezen élvezhető, de hát még kellett nekem annyi filmet nézni. Hát ez az én hibám. De önmagában, mint önálló mű, ami persze leválaszthatatlan a társadalomtól, amibe születik, tehát nyilván hülyeség amit mondok ilyen szempontból, de önmagában a sztorival szerintem úgy nincs baj, ezt leszámítva, hogy láttunk ezerszer ilyet. Ezért aztán hat. Na és Géza, te hogy ítélsz? élsz? Egyébként én, én hasonlóan gondolkozok, mint Miklós, tehát előre mondom, hogy én is egy hatot adnék a filmnek, és pedig azért, mert nekem nagyon tetszett az elején ez a amit ugye mondtunk is, hogy ilyen alternatív történelembe játszódik, és hogy már a 80-as évektől ez így nagyon ment ez a fejlesztés. Meg, meg vannak benne tényleg jó dolgok, ami nem tetszik, az, az tényleg ez a bugyutaság, meg hogy olyan szinten ez, amit mondta, egy ellenségképzés. Tehát amikor van az a rész, hogy meg akarják találni ott Új-Ázsiába, hogy hol van a lejárat ebbe a, a nirmata, nír, ahol van. És akkor ott van ugye egy kislány, és akkor az egyik katona az elveszi a kutyáját, és akkor elkezdi ott, hogy most lelövöm ezt a kutyáját, most lelövöm, és akkor sír a kislány teljesen. <sítsz> az is ez a, igen, akkor gy gyűlöld az embereket, és szeresd a robotokat azért, mert hogy... Képzeld el, amikor az oszamát keresték Afganisztánban, hány ilyen sztori lehet? És oda megy egy random, egy random kapcsolóhoz, vagy szobor, az nem tudom, megfogja, megmozdítja, és kiny kinyílik a... <sítsz> Jó, hát onnant, igen, az onnantól okay. már Indiana Jones kategóriás. Igen én egy hatost adnék a filmnek. Szerintem nézhető. Tehát egyébként, hogyha szembe fog velem jönni a film a jövőben, én, én nem fogok elkapcsolni róla szerintem. Mert teljesen nézhető. Én szeretem amúgy ezeket a bugyuta dolgokat, Annyira azért nem bugyuta még. Egyébként hogy... én pont úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy... Tehát én, én szeretem a nagyon bugyuta Z kategóriás dolgokat. És ez viszont, ez nem az. Tehát ez nem, valahol ott van nem, a limbóban, nem. hogy ez nem, nem az, hogy annyira rossz, hogy az már jó. Ennek ellenére valószínűleg én is képes lennék megnézni még egyszer, ami alapjában véve nagy szó az ilyen középsőknél. Mert én tényleg vagy a nagyon jó, vagy nagyon szar filmeket tudom értékelni. Az már mint olyan értemben, hogy többször megnézni. Igen, tehát azért ez, azért ez nem, nem egy Final Fantasy, amit, hogyha meg fogok látni valahol, akkor el fogok fordulni, és sprintelve fogok futni. Tényleg, ú, de már ki is törölte az agyam, pedig kibeszélték, <laughs> Igen. Na hát köszönjük szépen akkor a figyelmet, ennyi fért bele a non-patreon adásunkba. A következő epizód, ugye a 108. Parallax is lesz, még hozzá május 9-én az, és az egy csodálatos Elme című filmet, 2001-es filmet fogjuk Hurra. megtárgyalni. Addig is ne felejtsétek el, hogy az igazság oda van, és a legközelebbi részben találkozunk. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.